Kedves nézőink! Ezen alkalommal régi barátaim látogattak meg, és én egy különleges receptet szeretnék bemutatni számukra. Hadd mutassam be őket, Sebestyén Mártát és Sipos Mihályt. Barnusz! Nem hangzik rosszul. Nem tudom, mit tudtok, mit hallottatok eddig Bethlen Gábor erdélyi fejedelemről, mert ő nagyon szerette a hasát. No. Én meg úgy tudom, hogy a muzsikát is nagyon szerette, sőt, danulni nagyon-nagyon szeretett. Ó, akkor az az érzésem, itt most valami fontos dolog fog találkozni, mert én a kedvenc ételét készítem el számotokra. Hát ez igen jól fog menni, meg elmuzsikáljuk a kedvenc nótáját. No hát, szerintem amíg ti hangolódtok, mi hangolódjunk rá az összetevőkre, miből is készül a Bethlen csuka. Körülbelül 2 kiló csuka, és ezt mindezt 6 szőre számoljuk. 2 kiló csuka, 2 kg krumpli, 1 liter tejföl, 2,5 deka bors, és amilyen egyszerűnek tűnik ez az étel, hát olyan bonyolult is, de ne ijedjenek meg ettől. Lássunk hozzá. Ugye emlékeznek, nézzük a csuka pörköltnél, a csukát nagyon sűrűre kell rildalni. Különben nem lehet megenni. Annyi a szálka benne. Ezt életlen késsel nem lehet csinálni. Nem hiszem, hogy neked van ilyen éles kés. Biztos nincs, de nem is vagyok ilyen. Én javaslom önöknek a disznózsírban való sütést. Olajban olyan 160 fok körül sül a halhús, zsírban pedig 200 fok fölött. Most ez jelentős különbség ahhoz, hogy egészen más zamatot és ízt kapjunk. Érdekes, hogy a csukának a feje tényleg olyan, mint hogy gyerekkoromban is olvastam a mesébe, hogy tátogó csukafőnek hívták a püspököknek a süvegét. De tényleg az a forma. De most látok először csukafűt. Megsózzuk a halat, és meghentergetjük paprikás lisztbe. A paprikás liszt az ne félfogós lisztből készüljön, hanem sima nullás lisztből. Bátran használjuk, és rakjunk bele paprikát, őrölt paprikát, és sót is. Jó, sós legyen ez a külső kéreg, ami majd megsül. A zsír ne süljön túl magas hőfokon, csak ebben sercegjen. Ha kicsit erősebb a tűz, vegyünk ki a tálból. Gyerekek, én már csinálom a Bethlen Gábor kedvenc ételét, de ti ígértetek valami kedvenc nótát. Hát egy élmény ezt a sercegést hallgatni, de akkor mi most belemuzsikálunk ebbe a sercegést. Nem zavarja a sülést. Olyan gyönyörű, hogy Barnuskám itt a szívemből. And
Ez is benne van a nótában? Ez mától fogva benne van. Fasz! Ez a barnusféle csuka nóta. Megmozgatjuk, hogy ne tapadjon hozzá a fémhez. Kicsit megmozgatva, szépen föllazul. Megpucoljuk a krumplit, majd felaprózzuk olyan 3/4 centis kockákra. Egyben nem szoktad a krumplit megfőzni? Ha egybe főzöd a krumplit, igen, és utána szét akarod vágni szép kockákra, már nem megy, morzsolódik, aha, de nem is tudod igazából a sóval átjáratni. Na most én, amikor így apró kockákra vágva külön megfőzöm, akkor a só a kis bele tud hatolni a közepéig, tehát a belseje is sós lesz. Aha. Nem mindegy. Az apróra vágott krumplit megfőzzük. Bátran sózzuk meg, mert egy kicsit túlsózva lesz pont jó. Ennek a receptnek története van már. Szájról szájra maradt fent. Van nekem egy erdész cimborám itt Gemencen, fekete erdei erdész, Sanyi. Hát nála volt a Lajos bácsi, az öreg háborús veterán. Csinált egyszer egy ilyen ételt. Hát ezt a rengeteg krumplit, amit aztán odarakott az asztalra, az a Sanyi barátom meglátta, hát fölkapta a fejét. Lajos bácsi, nem a háború után vagyunk, hogy nincsen hús, ennyi krumplival mit csinálunk, hát nem szerette a krumplit. Öreg sejtelmesen csak ennyit mondott. Na-na. Hát hatalmas adag volt az étel, dupla annyi személyre is elég lett volna. Jött a tejföl, meglátta azt a rengeteg tejfölt, a Lajos bácsi. Ez sok lesz. Az öreg. Na-na. Hát most nézzük meg, hogy mikre mondta a Lajos bácsi, hogy na-na. Megkóstolom a krumplit, nehogy túlfőzzük. Nem szabad túlfőzni, hogy utána össze lehessen jól keverni az egészet, ne töredezzen össze. Egy jó is. Misikém, segíteni? Leszűrni? Aj, de gyere. Misikém, a bográcsba. Nyomatsuk bele. Úgyni. Fokhagyma az egyik legfontosabb. Egy fejet elbír ez az étel, 6 személyre. Apróra vágjuk. Lehetne összetörni is, de így jobb, hogyha az ember kontaktust talál ezekkel a fűszerekkel. A tejfölt pedig beízesítjük sóval és borssal. Mivel a tejföl önmagába sótlan. Rádaráljuk utána a borsot, ne sajnáljuk. Te barnuskám, akkor ebben van fokhagyma, meg bors. Meg só. Meg só. Ez az egész? Ez egy ilyen egyszerű étel. Egyszerű, és ez benne az érdekes, hogy ez a néhány fűszer... Hogy érlelődik mennyire, össze. Mennyire képes egy ilyen különleges zamatot kihozni. Halat állandóan felügyeljük, nehogy túlsüljön, de az sem jó, ha nem sül meg eléggé, és ez a lassú tüzön képes olyan kemény kis hús tömbé összeállni, hogy amikor majd összekeverem az egész krumplis tejföllel, nem fog szétesni, letöredezni a halnak a húsa. Összekeverjük a tejfölt a krumplival. Ez nagyon soknak tűnik. De amikor az asztalra kerül, és a tányérból
Az első falatokat kiszedi az ember, arra döbben rá, hogy ebből nem lehet eleget enni. Féktelen lakomákba torkollik az étkezés. Ha pedig a hal megsült, már pedig ez megsült, kiszedjük, kicsit lecsurgatjuk, de még mindig marad rajta annyi zsiradék, amely elegendő lesz a teljes ételhez. Amikor ez az egész így megvan, összekeverjük. A tejfölt úgy is hozzá lehet mérni az ételhez, hogy kellően szaftossá tegye mind a halhúst, mind a krumplit. Akkora jó, ne maradjon száraz. Amikor összekevertük a halat és a masszát, akkor egyet rottyantunk, és eheti az étel. Még egy pici borsot ráhintünk, őröltet, és tálalásra kész az étel. Azt gondolom, Lajos bácsi erre mondta, Nana.